Gábor. Köszöntelek, szervusz. Hát Tokajban is jó idő van, gondolom. Tombol a nyár, hál' Istennek, erre vártunk. Mennyire érződik ez a fesztiválkatlan látogatottságán? Hát a fesztiválkatlan nem csak látványában tűnik ki, hanem azt gondolom azzal a magas színű program kínálattal is, amit már évek óta kínálunk a közönségünknek, és hát ugye ez a jubileumi 5. fesztiválkatlan évad, és azt gondolom, hogy különösen fontos itt a Kölcsei Televízióban, a megye televíziójában beszélni a programokról, hiszen nagyon sokan érkeznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, illetve kiemelten Nyíregyházáról, úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak a kerékpárút köti össze Nyíregyházát és Tokajt, hanem tényleg az a magas szintű minőségi kulturális programkínálat is, amelyet azt hiszem, hogy idén is biztosítunk a kedves nézőknek. Egyébként akár kerekezve is át lehet egy-egy programra menni, főleg ami azért mondjuk egy ilyen laza viseletben is elképzelhető. És hát ugye itt elnézve a kínálatot, vannak tényleg óriási nagyszabású produkciók, és vannak olyanok, amelyek mondjuk talán egy picit kevesebb nézőt érdekelnek, vagy egy réteget céloztok meg. Úgyhogy akkor nem is tudom, melyikkel kezdjük, azt, amelyik egy szűkebb közönséget érdekel, vagy inkább a nagy durranásokról beszélünk. Talán kezdjük a nagyobb eseményekkel. Ugye alapvetően 3 játszóhelyszínünk van, a nagy színpad, a teátrum, illetve a Paula Jede Színház, és a nagy színpadon szervezzük azokat az eseményeket, amelyek a leglátogatottabbak, és idén minden eddiginél több világsztárt köszönhetünk a fesztiválkatlanban. Már egyébként az Alexandra Vorosz táncegyüttes járt nálunk, de hát majd ezek után következik a Lord of the Dance, amely már teltházas pócékkel és pócékre szóló jegyekkel teltházas koncert ígérkezik, illetve hát Bonnie Tyler, a Velszi rockénekesnő világsztár is majd a fesztiválkatlan színpadán lép fel. Valamint hát ezután érkeznek a hazai szupersztárok, így Rúzsa Magdi, vagy éppen Havasi Balázs, aki ugye visszatérő vendégünk, a Magyarország egyik legnépszerűbb zeneszerző zongoraművésze. Úgyhogy sztárokban bővelkedünk. Nos, hát gondolom, hogy a színpad akkor jól funkcionált, ugye kibírta a puskaporos lábú orosz táncosok táncprodukcióját, és reméljük, hogy most itt a Lord of the Dance-en is szédületes látvány, és természetesen mindenféle ugye művészeti élmény éri gyakorlatilag a nézőket. Arra gondoltam, hogy az akusztika sem utolsó, hiszen például ugye Havasi Balázs, gondolom, hogy nem jönne, hogyha azért ott valahol elkalandoznának a kis zongorájának a hangjai, viszont tényleg előszeretettel érkezik ide. Az egyik legjobb koncerthelyszínének nevezte egyébként a Tokaji Fesztiválkatlant, ezért sem véletlen, hogy kizárólag Magyarországon, Budapesten kívül csak nálunk Tokajban, a Fesztiválkatlanban ad koncertet, és hát Magyarországon látható csak majd Bonnie Tyler is, július 27-én. Erre van még jegy? Igen, erre még van, fesztiválkatlan.hu, felhívom a kedves nézők figyelmét, minden információ megtalálható rajta, illetve jegyvásárlási lehetőséget is ott kínálunk. Említetted az elején, ugye, hogy 3 helyszín és a Paula Jede Színház az tulajdonképpen egy ilyen friss helyszín, ha lehet ezt mondani, hiszen most itt az 5 év jubileum kapcsán gyakorlatilag egyre nagyobb a kínálat és szélesebb a repertoár. Mennyire szerették meg és fogadták el a nézők ezt az új helyszínt? A Paula Jede Színházat nagyon szeretik, nagyon kedvelik a nézők, mind a színészek is, és mi a szervezők is nagyon szeretjük. Egy impozáns épületről van szó. Itt az Illúzió Mesterei dupla előadás lesz az, amely a legnagyobb durranásnak számít majd. Itt többek között fellép majd Hajnóci Soma bűvész világbajnok is, de látható majd Pokorni Lia, illetve hát a francia rúdugrás keretein belül például Kovács Patricia is, úgyhogy igen, nagy nevek látogatnak a Paula Jede Színházba is. És hát a dupla előadás mit jelent egészen pontosan? Azt jelenti, hogy kétszer lesz egy napon, méghozzá július 6-án szombaton 16 órától, illetve 20 órától lesz majd ez a produkció megtekinthető. Hát úgy látom itt a kínálatban, hogy van egy nagyon izgalmas, de azért ez is meglehetősen populáris téma, mégpedig Csernus Imre, ugye az ország egyik igazán megmondó pszichológusa, aki egy előadással készül. Lehet tudni, hogy pontosan most mi kerül majd a
fókuszba és a kereszttűzbe? Illetőleg a konfliktusok, mind a férfi, mind a női szemszögből. Ez inkább ugye egy interaktív előadás lesz a tőle megszokott módon. Egyébként ő nem tartja magát megosztó személyiségnek, annak ellenére, hogy mindenki annak tartja. Ez lesz a legközelebbi teátrumi előadásunk, majd június 26-án szerdán, de a teátrumban lesz még majd látható szintén interaktív előadás keretében július 5-én Stoll András, július 12-én az író Vámos Miklós, illetve a zenei vonal felé is vesszük az irányt, hiszen Malek Andrea július 19-én és Szulák Andrea majd augusztus 28-án ad különleges zenei élménynyújtó koncertet a teátrumban. Gyakorlatilag ugye ez az évad, ez már tulajdonképpen kész van, tehát a nézőknek csak annyi dolguk van, hogy jegyet szerezzenek, vagy nyerjenek akár, mondjuk itt nálunk a Kölcsei Televízióban, és aztán menjenek és élvezik az előadást. A 6. évadra már gondolom, hogy készültök. Nem szeretnék semmiképpen nagy titkokat kicsikarni belőled, marad ez az irány, hogy lehetőleg minden témában, minden műfajban a legjobbakat elhívni Tokajba. Mindenképpen célunk az, hogy tartsuk a minőséget, a színvonalat, illetve a legváltozatosabb műfajú előadásokkal szórakoztassuk a kedves közönségünket, illetve minden korosztály igényét megpróbáljuk kielégíteni. Ez egy alapvető feladat és cél. Nagyon sok piros betűs nap van ebben a naptárban, még ebben az évben, ebben a katlan szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy egyelőre még koncentráljunk erre. Mindenki keresse a fesztiválkatlan.hu oldalt, a Facebookot vagy az Instagramot, illetve hát természetesen még azt is fontos kiemelni, hogyha Tokaj, akkor gasztronómia, fesztiválkatlan vacsorahajó, vagy éppen a Vinotéka borüzletünk is, amely szintén nagyon népszerű. Hát Gábor, számból vetted ki a szót, mert azért még itt a gasztronómiáról egy kicsit faggattalak volna, de az időnk elfogyott, úgyhogy arra buzdítjuk a nézőket, hogy mindezt próbálják ki élőben. Köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm.